kettő, egy, go! Sumo robot kupa zajlik itt Esztában éppen, és itt van mellettem Czár Krisztián tanár úr, aki mindjárt jól elmeséli, hogy mi is ez az egész sumo robot egyáltalán, hogy működnek ezek a dolgok. Körülbelül 2011-12 óta foglalkozunk ezzel a sumózással. Valójában arról szól az egész, hogy legóból épített, ilyen speciális legóból épített robotok küzdenek egymás ellen egy kör alakú pályán. A pálya mérete 120 cm, tehát a robotok megfelelően ehhez méretezettek, 30 cm-nél nem lehetnek szélesebbek, és 900 gram körüli súlyúnak kell lenni a robotnak. Ha ettől több lenne, akár méretben, akár súlyban, akkor az kizárható versenyből. Meghatározzuk azt is, hogy milyen szenzorokat lehet rá helyezni a robotra, vagy éppen milyen szervomotorokat, vagy hányat. Ez általában szabályzattól függ, vagy éppen hogy látjuk jónak. Jelen pillanatban ugye 26 csapat versenyzett itt, vagy versenyez még most is Esztárban. Az ország minden tájáról érkeztek, legmesszebb Moson-Magyaróvárról versenyzők, és nagyon örülünk neki, hogy most már egyre szélesebb körben ismert ez a kupa. Ugye nem kifejezetten a sumo, hanem leginkább az Esztár kupáról beszélek. Ez azt jelenti, hogy már az ország minden területén jóformán ismerik ezt a nevét, mint a robotika egyik atyát itt Magyarországon. A gyerekeket nézve, ugye a szakköröseink azok jelen pillanatban 5. osztálytól 8. osztályig terjedő intervallumba férnek bele. Összesen 20 gyerekről van szó, itt az esztályátős iskolában. Délutánonként folynak az oktatások, tehát szakkörű formában, és így próbálunk meg mindig előrébb jutni. A legtöbb magyarországi versenyen részt veszünk, a legnívósabbnak mondható talán az a Magyar Ifjúsági Robot Kupa, aminek eredményeképpen, hogyha valaki nyer, akkor jogot formálhat arra, hogy a nemzetközi robokápon is részt vegyen. Mi ezt megtettük 2011-ben, akkor Törökországban képviseltük Magyarországot. Ott nem szumóztunk, hanem menekítőztünk, tehát menekítő robotokat kellett építeni. Ilyen katasztrófa sújtott a területről, menekítettük áldozatokat. Hát viszonylag jól szerepeltünk, hogy első szerepléshez képpen a középmezőnyben végeztünk, és az már egy nagyon szép eredmény. Jövőre nézve a terveink pedig ahány versenyre csak tudunk elmegyünk, főleg a magyarországi versenyekre, és hát folytatjuk tovább a sumo robot Esztár kupát, jövőre már az 5. próbáljuk majd megszervezni.